cserekbe lehetett, mert már a magyar időben ezen volt a nagy piros-fehér-zöld. Igen. Zászló rút és rajta a piros-fehér-zöld zászló. Hol van a zászló rút? Itt a zászló tartó. Jó, egy zászló tartó. Na, azt sem gondoltam. Most kettő van belőle? Kettő, igen. Na, de a színkörnek az elődje volt az a úgynevezett Deszka Színház, ami az 1870-es években épült, és szegény Janovics Jenő milyen előrelátó ember volt, amikor felépült a, nem látszik, ott a román templomtól egy kicsit arra, de látszik ne a kettős torony a tetején a római szekerekkel, diadal szekerekkel. 1906-ra felépült az új Nemzeti Színház, akkor elhatározta, hogy 1913-ban fogtak hozzá, és építették fel a színkört. Persze nem így, ahogy most van, mert az a tetőrész, ami ott van az előtér, azt a 60-as években építették, mert ha ez nem épül fel, akkor 1919-ben Kolozsvár megszűnt volna a magyar színjátszásnak a központja lenni, mert a román katonaság már úgy jött be Kolozsvárra, a parancsnokság, hogy a színházat Janovics Jenő azonnal adja át, mert az az román állam tulajdon. Azt jelenti, ez nem állami tulajdon, mert közadakozásból épült, és ő csak megbízott igazgató, aki vezeti az intézményt. De ha nem adja át, akkor a katonaság fogja kitenni a szűrét. Na, végül annyit megengedték, hogy egész 1919. szeptember végén még egy Hamlet előadást tartottak, de már megcenzurázott szöveggel. Mert ugye akkor az volt az első intézkedés, hogy rögtön bevezették a cenzurát, a botozást, és ehhez hasonló ilyen nyugati finomságokat. Elképesztő. Az. Egy ketesdi kalotaszegi bácsi, nagyon kedves mesemondó ismerősöm mesélte, hogy hát akkor olyan 12-13 éves süttyő fiúcska volt, és Hunyadon az állomáson ott voltak a vasúti kocsik tele katonassággal. És ott elment és tett valami megjegyzést, nem tudom mit mondott, de hát egy olyan teljesen ártatlan valami volt, de nem, lehet, hogy nem is volt rossz indulatuk, nyilván nem volt az. És az egyik katona mondja, nekiugrott, hogy mit mondtál te, Bozgor, mit tudom, ivadék. Megfogták, ott teresre húzták, ugye verték, hogy alig tudott hazamenni kettőre. Na, hát ugye... Rigó Pista bácsi, Mihály István Rigó. Ismerte? Ismertem, de Ketesdi? Nem, a feleségünket. Igen? Na, mondja meg, hogy találkozott itt a Fellegvár tetején egy olyan emberrel, aki Mihály István Rigótól meséket gyűjtött. Azóta sem tudtam neki hölgyinat gyűjtközni, hogy feldolgozzam, pedig az öreg úr olyan ízletes, zamatos magyarsággal mondta, egyet letközöltem egy kis könyvbe, a technősbék a pillintójába, de azóta nem volt időm, hogy hozzáfogja a kis Remélem, hogy nem jobb. Hajos, most nem szóltál a minőtt a templomnak. Nem ugyanúgy adták oda? De, hogy ne adják. Most itt van őket.